Hát vajon német találkozik-e a labdával azonnal, mert az tényleg emlékezetessé tenni a 300. meccsét. A gólt Vargától elvették, a 11-est nem ő lövi. 31. perc, Koltai a labda mögött, bent van, 2-0. A 300. meccsén német Gábor felavatva, Koltai pedig megduplázza a Győr előnyét. Így végül is a Kecskemét a létező legrosszabbul járt, mert bekapták a gólt, és meg is fogyatkoztak. Higgadt tudott Koltai maradni. Könnyen beelsőzte be a labdát a jobbra mozduló kapus mellett. Varga. Ügyesen. Dina. Jó kiugratás, nem volt les. Négyen középen a győriek, csak a labda nincs középen. Szép mentéseknek sem vagyunk hián, ugye Patvarosé volt föltűnő egy korábbi hasonló koltai centerezést követően, vagy jobboldali beadást követően, és most ismét nagyot kellett menteni. A Győr egészen nyugodtan végképpen is döntette volna már ezt a mérkőzést az első fél időben. De egyelőre ezt nem tették meg. Mindjárt szöglete. Német jön. Hoppá, hol a labda? Trajkovics nem tudja belőni. Vaskó és Német Gábor ütik össze a kezüket. Zicserek egész hada sorakozik most már ott a listán a be nem lőtt helyzetek között. Lábbal Német, nagy reflexzel. Itt az ökléről lefelé pattant, ott kezeken gurult végig, ez meg óriási, ez meg mint valami bűvész showban, ilyen labda zsonglőrök szokták így a két karjukon végig gurítani a labdát, hogy ez Patvaroshoz hozzáért. Hihetetlen mi zajlott ott. Hány érdekes testrészhez ért hozzá a labda. Ez is jó, Német a szögletet védi, a fejes a kapufáról lejön, majd bemegy. Stresni góljával 3-0. Ha ugyan megadja a játékvezető. Egy pillanatnyi kihagyás vagy zavarodottság után itt a győriek nem is tudtak ünnepelni, nem mentek oda Sessékhez, sem gratulálni, sem gyógyítani őt. Ebből a szögletből akár gól is születhetett volna, Német kivétett, akár fejese lejött a kapufáról, a gólvonalon álló Sessék pedig bebólintotta. A kérdés az, hogy lehetette lesen esetleg a gólszerző, tekintettel arra, hogy ugye a kapus kint volt már. De nem, mert ott fekszik a vonalon, úgyhogy akkor egy védő megvan, a másik pedig Vaskó. Az dolog azért érdekes, mert gyakorlatilag itt 3-4 játékos egy méterre állt a gólvonaltól. Itt látjuk közben, hogy a mentén igyekvő Vaskó bizony arcon törölte Strestiket. Rágyújtott valaki még ennyi nem elégre. Jorginho emeli föl magának, megint jön a védő, meg a kapus, összeszaladnak, és Jorginho szépít. Hát ez szépen összehozta a győri csapat. Jorginho megemeli magának, de a védő és a kapus is jobb pozícióban van, de nem értik meg egymást, összeszaladnak, és így Jorginho megszerzi a második gólját a bajnokságban. Megcsúszott egyébként így nyár, és akkor talán itt lehet keresni a probléma forrását. Nézzük csak, ott kicsúszik a támasztólábat, neki szalad Stevanovicsnak, és még bent sincs a labda, amikor Stevanovics már oda néz szemre hányva, hiszen tudja, hogy ezzel már onnantól kezdve nincs mit csinálni. Tehát játszik majd még a visszavágón a Bruges ellen, és aztán utána legközelebb már a következő meccsen itt lehet. Kember lép közelebb és lő, mellé. Gól! Hát azt mondtam, hogy mellé, mert meg sem mozdult Német. Dehogy ment mellé ez a labda. Egy őrült okos gól, és a 76. percben ezzel 4-1 az állás. Kamberi szépen szórja védekező középpályás létére a gólokat. Német pedig a 300. meccsén kap egyet messziről. És ahhoz képest, hogy Kamber egészen mókásan sodorta be a győztes gólt a siófoki meccsen, hát most megmutatja, hogy tud-e rendeset is lőni. Gyönyörűen lőtt el, és hát nem azért, hogy mentsem magam, de Német Gábor szétette a kezét, mint aki azt mondta, nyugi gyerekek, mindjárt rugom majd ki a labdát.
nem rúgja. Nem érezte, hogy hol a kapu. De kellett ez egy nagyszerű elcsavart labda is György Kambertől. Innen látjuk majd még jobban, hogy hogy lepte meg németet. Csavarodik ez a labda, de hát azért nem egy Robi Carlosos kifli van benne. Német nem jól helyezkedett most. Holtai megint. Beindul Varga óriási rendülettel. Meg is kapja a labdát. Bentes gyanús helyzetben Kronaveter megkapja, és gól! Az ötödik. Ezek szerint nem volt Des. Varga pedig egy gólpasszal bővíti a mai érdemjegyét. Most már lassan a legjobb felé. És Kronaveter is a szabadrúgás gólja után, ami emlékezetes volt, most szerez egy újabbat. És kiütésbe szalad bele a kecskeméti csapat. Itt van az átadás pillanata. És hát akkor nem azért, de én lehet, hogy akkor picit jobban látszott innen föntről, mert ez a visszajátszás alapján Les volt. Varga tökéletes ütemben kapta, belézett középre, tette a dolgát. Innen úgy tűnt, hogy Kronaveter egy lépéssel a védő előtt helyezkedett, és aztán átkötyintette a labdát, úgyhogy le is rúgta a földre, úgyhogy van ebben egy pici szerencsés, és ez pont így átugrott német csípője fölött. A szöglet vissza kapásra, Pátkai elvállalja vallal, nagy védés volt, és a kipattanóból kapufa, majdnem hatot rugott a Győr. Pátkai szó nélkül elsütötte a nagy ágyút, ráadásul ballal vállalt el, nem győző hangsúlyozni, nagyszerűen. A kipattanót pedig, mivel ráütötte forróra német, itt van még egyszer, Pátkai kapás lövése. Nem csak, hogy jól talált el, de hatalmas kifli is volt benne. Német pehjes volt, hogy a kiütött labdája visszapattant a győriek elé.